Beigazolódtak az előzetes várakozások a nyári foglalásokkal kapcsolatban a Gyulai Elizabeth Hotelben. Ahogy bővülnek a lehetőségek, úgy lett egyre nagyobb az érdeklődés a szállodai szolgáltatások iránt. A kulturális programok, szabadidős tevékenységek ösztönzőek voltak a vendégekre. Gyulán már jártam néhányszor, szeretem. Én Szegeden élek, de Békés megyei vagyok, úgyhogy szoktam visszajönni Békés megyébe. Két napra jöttem, ma este színházi előadás lesz a Várszínpadon, és azt szeretném megnézni. Az Elizabeth Hotel 49 szobával várja a Gyulára érkező vendégeket. Jelenleg 70%-os a foglaltság. Amikor valóban tud a város és a szálloda is szolgáltatni, ezzel egyenes arányban megnőtt a foglalási kedv is. Azt el kell mondjam, hogy hát nagyon rövid időre terveznek a vendégek, tehát lehet, hogy ma péntek van, és hétfőre fog megérkezni a foglalás, de az sem kizárt, hogy már holnapra. Tehát kivárnak, még mindig kivárnak a vendégek. Az előfoglalási adataink azért szépen mutatkoznak. Július második felétől mondhatom azt, hogy megközelítjük a tavalyi évi adatokat, és az augusztus ígérkezik még a júliusnál is jobbnak. Bízunk benne, hogy ez így is marad, sőt, még ez azért tud javulni. Arató Henrietta kiemelte, július második felétől a foglalások aránya megközelíti a 100%-ot, de még lehet foglalni.